A piknik legelső és legfontosabb célját az összetartozás érzése és a családi kikapcsolódás jelentette. Bonyhádon egyébként is számos program várta, várja a családokat. De egész évben Bonyhádon elmondhatjuk, hogy minden korosztálynak és mindenféle társadalmi rétegnek megadjuk azt a bizonyos fontos összejöveteli lehetőséget, amit most is tapasztalhatunk. Most jelenleg a Percelkerti családi piknikre hívtuk a bonyhádi lakosokat. Látható, hogy a kisgyerekektől a nagymamákig mindenki itt van, és boldogan veszik birtokba a Percelkertet. A gyerekek ötállomásos pecsétgyűjtése izgalmas feladatokkal zajlott. Mindegyik bolyának van ilyen ábrája. Akkor is van szúróbérző, és pont oda kell beszúrni, amit az ábra mutat. Tehát ennek meg annak a bolyának ábrának meg kell egyeznie. Hatodszor. Megcsináljátok mindig helyesen, nem, és akkor visszahozzátok, megkapjátok a pecsétet. Nagy sikert aratott a süteményverseny is, amire jobbnál jobb édességeket neveztek be. Lehetett nevezni sósba és édesbe, és el kell mondanom, hogy akkora sikere van, hogy volt olyan tálca, amelyiket már letrakták, és rögtön el is fogyott. Körülbelül 20-an hoztak, és többen hoztak kettőt is, tehát édeset is, és sósat is. Hú, nagyon finomak, tényleg. És hogy érzitek magatokat? Köszönjük szépen, jól. Miket csináltok? Hát nemrég jöttünk. Arcfestés volt, és a süteményeket kóstoltuk eddig. Mindjárt megyünk ültetni, ilyesmi. Sok-sok gyerek lyukaszgatott, rohangáltak föl alá, hogy összegyűjtsék a pecséteket. Délután indultunk a családdal, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, és a gyermekeknek örömet szerezzünk. És most épp ezeket a pecsét gyűjtő dologgal foglalkozik, keresi ezeket a kis szimbólumokat, és akkor lyukaszgat, hogy meglegyen neki a teljesítménye. A legkisebbek is megismerhették a piknik hangulatát. Jól érezzük. Még pici gyerekeknek még annyira nem találtunk programot, de tetszik neki. Ugye? Az esemény fontos szimbóluma volt a közös virágültetés, amivel szebbé tették a települést.